tanév kezdett. Elkezdődött az oktatás, új rendőrségi program indult, az iskola példája címmel. Gyújtóbomba. Egy második világháborús lövedéket találtak egy építési területen a Rugó utcán. 3x3-as kosárlabda. Szerb győzelemmel ért véget a Virtual Masters profi férfi torna. Köszöntöm Önöket! Ez a DTV híradó, szeptember 2-án hétfőn, már is jövünk a friss hírekkel. A reggeli csúcsforgalom is jelezte, hogy hivatalosan is elkezdődött a tanév. Debrecenben nagy forgalom volt reggel az utakon. A rendőrség a közlekedés biztonság érdekében új programot indított, az iskola példája címmel. Ennek részeként egy hónapon keresztül segítik a közlekedést az oktatási intézmények környékén. Pár bíztató apai szó, és már indulhat is az első tanítási nap. 573 diák kezdte meg a tanévet az Árpád vezér általános iskolában, míg a felsősök jellemzően már egyedül vagy osztálytársaikkal érkeztek, addig az alsósokat szüleik kísérték el. Nehezen indult a reggel, de Peti fiam már fenn volt 6 órakor, úgyhogy teljesen normális a dolog. Mi Ondódról járunk be egyébként ide. Közlekedés? Hát egy kicsit élénkebb, de most szerintem egy kicsit korábban kellett indulnunk, és így azért elkerültük a nagy forgalmat. A kisiskolások egy részét szülei autóval vitték. Ilyenkor a sofőröknek érdemes arra figyelni, hogy inkább az iskolától távolabb álljanak meg, ezzel elkerülve a feltorlódásokat. Most például kocsival jöttem be, de hatalmas volt a dugó. Valamikor busszal vagy villamossal. Rendőr segítette át a zebrán az iskolába gyalogosan érkezőket, ügyelve a közlekedés biztonságra. A tanév kezdetével megnő a forgalom a közutakon. A rendőrség által most elindított az iskola példája elnevezésű program célja, hogy felhívja a közlekedők figyelmét a szabályok betartásának fontosságára. Itt segítjük a közlekedőket, hogyha véletlenül olyan közlekedési anomália lenne, akkor beavatkozunk, de nem ez az elsődleges szempont, hanem az, hogy az egyenruhás jelenléttel felhívjuk a közlekedés biztonságára a figyelmet, a szabályok betartására, és tényleg arra kérünk mindenkit, hogy készüljön erre. A rendőrség a program kapcsán egy nagyszabású sajtókampányt is indított, melynek részeként az országban mintegy 150 szerkesztőségbe látogatnak el, hogy népszerűsítsék a kezdeményezést. Ma a Médiacentrum Debrecen székházába is ellátogattak. Tekintettel arra, hogy a Médiacentrum üzemelteti úgymond a dehir.hu-t, a Korzó magazint, a Rádió 1 megyei frekvenciáját, illetve a Debrecen televíziót, nagyon sok nézőt tudunk elérni, nagyon sok olvasót, nagyon sok hallgatót, így bízunk benne, hogy minél több emberhez el tudnak jutni azok az üzenetek, amelyeket a rendőrség kíván eljutatni a lakossághoz. A rendőrség és a polgárőrség munkatársai egész hónapban a tanítási napok előtt és után is segíti a közlekedést számos oktatási intézmény környékén. Jól indult a tanév az Ibolya utcai általános iskolában. Egy vadonatúj játszóteret vehettek birtokba ma a gyerekek. Több elemet az önkormányzat biztosított a tanulóknak. A debreceni tankerületi központ és a város összesen 20 millió forintot fordított a beruházásra. Ma vehették birtokba az új játszóteret az Ibolya utcai általános iskolások, az önkormányzat játékvárat és mászó piramist építetett a gyerekeknek, a fenntartó tankerületi központ udvarrendezéssel, homokozóval, kerti asztalokkal, padokkal szépítette a játszóteret. Pap László polgármester azt mondta, tavaly egy látogatást követően született döntés arról, hogy segítenek a fejlesztésben. Mindannyian úgy gondoltuk, hogy megörvendeztetünk majd benneteket az év tanév elején egy kis játszótérrel. És szeretnénk, hogyha egy picit az évkezdetbe, a tanévkezdetbe bevegyülő kis szomorúság, az most elillanna, és itt lesz egy gyönyörű játszótér, amelyet majd használhattuk egész évben. A gyerekeknek így szünetekben remek lehetőségük lesz a mozgásra és a kikapcsolódásra, a fejlesztés tartalmaz még egy pszichológus szobát is a szakmai munkához. A játszótér kapcsán a debreceni tankerületi központ igazgatója azt mondta, a közös beruházás is jól mutatja az önkormányzattal való remek együttműködést. Az intézményben egyébként eredményes munka folyik, a tanulmányi eredményeket tekintve a tankerületben második helyen végzett az Ibolya utcai általános iskola. Tanulmányi eredményeiben ebben a tanévben
az általános iskolák vonatkozásában az első helyen volt, tankereti szinten 4,74 század volt az intézmény tanulmányi átlaga. Az iskola igazgatója arra hívta fel a gyerekek figyelmét, hogy jógazda módjára vigyázzanak a játszóelemekre. Vigyázzatok rá, óvjátok őket, és mindemellett kívánom nektek, hogy nagyon sok maradandó élményben legyen részetek itt az árnyas fák alatt. Izgalmas kalandok várjanak rátok, és sok örömteli percet töltsetek iskolának ezen a gyönyörű parkjában. A gyerekek játékokat is kaptak ajándékba, a játszótér kialakítása 20 millió forintba került, aminek háromnegyedét az önkormányzat finanszírozta. Megújult épületben kezdték el a tanévet a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Arany János téri intézményének tanulói. A korszerűsítést csaknem 380 millió forintból végezték el az elmúlt hónapokban. Korábban belső felújításon is átesett a 46 éves épület. Színes falak és új ablakkeretek. Teljesen megújult a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolájának Arany János téri intézménye. Itt tanévnyitó ünnepséggel kezdődött a nap. A diákok örömmel vették birtokba a megújult épületet. A maga a régi szín is szép volt, meg minden, meg akkor is nagyon szerettük, de úgy érzem, hogy most mióta fel van újítva, azóta szerintem még jobban fogok szeretni iskolába járni. A 46 éves épületre már ráfért a korszerűsítés, ami csaknem 380 millió forintba került. A munkát áprilisban kezdték, és a tanévkezdésre fejezték be. Most szeptember 2-án itt állhatunk a szépen megújult iskolaépület előtt, ami nem csak egy teljesen új megjelenést kapott, új nyilászárókat kapott, új hőszigetelést kapott, új árnyékolás technikát, mindent, ami a diákjaink, pedagógusainknak a mindennapjait kényelmesebbé és komfortosabbá teszik. A korszerűsítést pályázati forrásból és a Debreceni Egyetem támogatásából finanszírozták. Bács Zoltán kancellár arról beszélt, hogy a továbbiakban is lehetőséget biztosítanak a szükséges felújításokra. Erre a felújításra most egy RRF pályázat nyújtott lehetőséget kicsi egyetemi kiegészítéssel, de ugye az idén az iskola külseje újult meg, a korábbi években belül voltak felújítások. A tanévet több mint 560 diák kezdi az iskolában. A felnőtt képzéssel együtt ebben a tanévben 4200-an kezdik meg tanulmányaikat középfokú agrárszakképzésben, ezt az Országos Agrárszakképzési Tanévnyitón mondta Nagy István. Az agrárminiszter Hajdú Böszörményben kiemelte, a kormány úgy alakította át a szakképzési rendszert és erősítette meg a duális képzést, hogy széles ágazati, szakmai alaptudást adjon, és a gyakorlati képzések fejlesszék azokat a képességeket, amikkel a munkavilágában sikeresen boldogulhatnak a fiatalok. A tárcavezető azt mondta a Széchenyi István mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum és szakképző iskola évnyitóján, a magyar szakképzési rendszer jól vizsgázott. 10-ből 6 fiatal választja ezt a lehetőséget. Idén a legtöbben a technikumokban folytatják a tanulmányaikat az általános iskola után. Nagy István kiemelte, az agrárszakképzésre jelentkezők száma is folyamatosan emelkedik. A mostani tanévben 3532 diák jelentkezett nappali tagozatra, ehhez jön a felnőtt oktatás létszáma. A felső oktatásban már 8 intézményben van agrárképzés. Természeti adottságainak köszönhetően Magyarországon a mezőgazdaság szerepe felbecsülhetetlen, ezért a jövő agrár generációjának nevelése is az. A legfontosabb feladatunk, hogy fejlesszük a hazai agráriumot és élelmiszeripart, mindez azonban kevés, ha nincsenek meg hozzá az elméleti és gyakorlati tudással felvértezett szakemberek. Ez a mi szerepünk az agráriskolák fenntartójaként, hogy biztosítsuk az ország versenyképességét az agrárium területén is. 40 éve kezdődött az oktatás a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban. A jubileum alkalmából emléktáblát avattak az intézmény öreg diákjai. Az iskolában az öreg diákok körét tavaly megerősítették az Ady Máter alapítvány létrehozásával, amely az elmúlt tanévben több intézményi programot támogatott. A gimnáziumban 40 éve rendezték az első tanévnyitó ünnepséget, ennek emlékére az alapítvány és az első évfolyamok összefogásával táblát avattak az intézmény aulájában. Az emlékmű szövegén a többi között az áll, hogy az öreg diákok köszönetüket és hálájukat fejezik ki az iskola dolgozóinak, akik elindították itt az oktatást.
Folytatja a városi távhővezeték rendszer felújítását a Debreceni Hőszolgáltató ZRT. A kivitelezők mától a Hortobágy utcán és a Petőfi téren dolgoznak. Mindkét helyen korszerű, előre szigetelt csövekre cserélik a korábbi, több mint 40 éves vezetékszakaszokat. Ma délelőtt már a betont bontották a Hortobágy utcán. Az 1, 3 és 5 szám előtt a Debreceni Hőszolgáltató megbízásából a DH Service munkatársai dolgoztak. Három ütemben összesen 80 méteren cserélik ki a régi távhővezetéket. Ezek a vezetékek a 80-as évek közepében épültek, vasbeton védőcsatornában vannak elhelyezve, és mind a hővesztességük, mind a műszaki állapotuk indokolta azt, hogy ezek a szakaszok megújuljanak, korszerű, előre szigetelt műanyag köpencsöves távhővezetékek fognak a helyükre kerülni. Itt 50 és 80 mm átmérőjű bekötőcsöveket cserélnek a munkások. A távhővezeték felújítása miatt az épületek előtti járdák használatát időlegesen korlátozhatják. Ez pedig már a Petőfi tér 20 szám. Itt a pincében a belvárosi gerinchálózat fontos szakaszát újítják fel. A régi 400 mm átmérőjű vezetéket három rétegű, előre szigetelt új csövekre cserélik. A munka napközben zajjal jár, emellett időszakosan szünetelhet majd a melegvízszolgáltatás is. A kivitelezési munkátok során rövid időszakra két alkalommal várható használati melegvízszolgáltatás szüneteltetés előre meghirdetett időpontban reggel 8 órától várhatólag délután 16 óráig. A tervezett munkákkal előre láthatóan szeptember 30-áig végez a kivitelező. A két beruházás összesen 26 millió forintba kerül, amit a Debreceni Hőszolgáltató ZRT saját forrásból finanszíroz. Egy 100 kilós második világháborús lövedéket találtak a munkások egy építési területen Debrecenben, a Rugó utcán. A közelben lévő irodaházakból, biztonsági okokból kiterelték az ott dolgozókat. Villogót használó rendőrségi jármű állta el az utat a Rugó utcán. A rendőrség lezárta a környéket és mindenkit visszafordított. Híradónk információi szerint ma reggel gépekkel végeztek itt földmunkákat, akkor bukkantak a valószínűleg második világháborús gyújtóbombára. Úgy tudjuk, hogy délután a tűzszerészek eltávolították a gyújtószerkezetet, majd elszállították a hatástalanított lövedéket. Befejeződött a több mint egy hétig tartó 3x3-as kosárlabda fiesta a nagy templom előtt. Vasárnap este a World Tour Masters profi férfi tornával ért véget a versenysorozat, amelyet a szerb UB nyert meg a világ első Miami ellen. Debrecen Zsinórban a 10. évben rendezett 3x3-as tornát. 9 napon keresztül zajlottak 3x3-as kosármeccsek a város főterén. A versenysorozat a World Tour Masters egyenes kieséses szakaszával zárult. A torna döntőjében a szerb UB a világanglistát vezető Miami-val csapott össze. A csapatok sokáig fejfej mellett haladtak, de végül a szerb csapat 21-18-ra nyerte meg a finálét. Az egész torna remek volt, nagyon szeretünk Debrecenben játszani, ez már a 4. alkalom, hogy nyerek itt. A döntő szuper volt, gratulálok az ellenfélnek, hiszen 3 játékossal játszották végig az egész tornát, és így is eljutottak idáig, ami hatalmas teljesítmény, mondta a győztes csapat tagja Dejan Majstorovics. A több mint egy hetes kosár fiesta a Women's Series női profi tornával indult, majd az U18-as világbajnokságot rendezték meg a nagy templom előtt, ezt követte hétvégén a férfi World Tour Masters verseny. Debrecen 10. éve rendez 3x3-as tornákat, és a szervezőbizottság elnöke szerint ezek a programok egyre népszerűbbek a városban. Láthatóan a közönség imádja ezt a sportot. Ugye most volt némi felvezetés az augusztus 20-ai karneválon is, megmutatta magát a 3x3, és akár a női, akár a férfi profi tornán, illetve a női és a férfi U18-as VB-n is látszott, hogy játszhat itt bárki ezen a debreceni pályán, imádják ezt a sportágat. A város májusban olimpiai selejtezőnek adott otthont, majd az európai egyetemi játékokon is szerepelt a programban a 3x3-as kosárlabda. A főtéri sorozat volt az év utolsó debreceni versenye ebben a sportágban. Őrzi hibátlan mérlegét a labdarúgó MB3-ban a Deac.
Az egyetemi csapat tegnap délután a Tiszaújváros győzte le 3-1-re hazai pályán. A másik debreceni csapat, a DVSC 2 kikapott a Tiszafüred otthonában. A Deac a szezon során először került hátrányba, amikor a 10. percben megszerezte a vezetést a Tiszaújváros. A félidei szünetre vendégelőnnyel vonultak el a csapatok, a fordulás után viszont hamar betaláltak a debreceniek. Az egyenlítő gólt szerző Al-Sherei Rauf a középkezdés után egy percen belül büntetőt harcolt ki, amit Sándor Tamás értékesített. A hajrában Tóth Dániel alakította ki a 3-1-es végeredményt. A Deac mind a 6 eddigi mérkőzését megnyerte a bajnokságban, így hibátlan mérleggel a tabella élén áll. Gratuláltam a srácoknak, én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, ahogy így hétről hétre teljesítenek. Nyilván minden meccs más, ennek is megvolt a maga nehézsége, de nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ezt így le tudták hozni, és hogy ilyen sorozatot tudunk produkálni, úgyhogy nyilván most úgy kereknek tűnik a dolog, meg mindenki pozitív, szeretnénk ezt folytatni. Ez volt a DTV híradó. További hírekért keressék fel a dehir.hu-t, de tartalmaink elérhetőek a közösségi média felületeinken is. Viszontlátásra!